A szolnoki járási ügyészség rongálás büntette, lopás vétsége, jármű önkényes elvételének büntette, valamint járművezetés az eltiltás hatály alatt büntette miatt indítványozta annak a 27 éves szolnoki férfinak a letartóztatását, aki Szolnoken egy utcában több ingatlant is megrongált, majd egy ott parkoló gépjárműből lopott, és egy másik személygépkocsival elhajtott és balesetet szenvedett. Szolnoki utcában két szomszédos családi ház ablakait, valamint utcafronti falát több alkalommal kővel megdobta, a házak ablaküvegeit kitörte, továbbá az egyik ház utcafronti falán lévő külső burkolatot is megrongálta. A férfi ezután egy ugyanebben az utcában lévő ingatlan előtt parkoló csukott, de záratlanul hagyott gépkocsi utasterébe bement, és onnan ellopott 3000 forint készpénzt, egy pénztárcát, valamint a gépkocsiban lévő, a tulajdonos nevére kiállított hatósági igazolványokat. Ezután egy másik, szintén ebben az utcában lévő ház elől az ott parkoló csukott, de záratlan személygépkocsit az abban megtalált indító kulcssal beindította, és a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül a járművel a helyszínről elhajtott, majd Szolnokon, a Horog utcában közúti balesetet szenvedett, melynek során a gépjármű megrongálódott, a férfi pedig könnyű testi sérüléseket szenvedett. A férfit korábban a Szolnoki Járásbíróság a közúti járművezetéstől 2023. május 16. napjáig eltiltotta. A férfi az ingatlanok megrongálásával mintegy 800 ezer forint kárt okozott, a gépjárműben okozott kárt még ezután fogják pontosan felmérni. Az ügyészség indítványa szerint a többszörösen büntetett férfivel szemben a várható büntetés nagyságára, az elkövetett bűncselekmények tárgyi súlyára, illetve a vele szemben folyamatban lévő más büntetőeljárásokra is figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne. Az ügyészség az indítványában hivatkozott arra is, hogy az állandó munkahelyen rendszeres jövedelemmel nem rendelkező férfi esetében a bűnismétlés veszélye is fennáll. A nyomozási bíró az ügyészség indítványa alapján a férfi letartóztatását elrendelte. A döntéssel szemben a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be. Így az ügyben a szolnoki törvényszék fog végleges döntést hozni.